Az üstökös. Egy filmből látunk egy részletet, amit Christian Stangl készített, mégpedig igazi űrfotókból. Az üstökös éppen forog felénk, bár ez nem egy igazi mozgókép, hanem állóképekből készült, ugye, Justin Viktor? Hát mint minden igazi mozgókép. Tehát, hát azok is állóképek. Csak aki esetleg ezt nem tudná, mozgókép nincsen, csak fényképek. Sűrű, jó, de hát nehéz sűrű, közel menni egy üstököshöz, egy igazi üstököshöz, nehéz közel. Egymás utánja, és hát ezt látjuk itt is, igen, ez egy művészi kis etüd, ami sokkal közelebb hoz egy hihetetlenül ősi világot, ami itt kering a naprendszerben, és magában hordozza azokat az információkat és azokat a képi elemeket, amik talán a Föld keletkezése előtt is már itt voltak. Churyumov Gerasimenko, így hívják az üstököst. 67P. 67P az a rövidet. Churyumov Gerasimenko. Csak nehogy a 66P-ről beszélünk, mert az nem szerepelt a filmben. Illetve Rosetta. Rosetta volt a missziónak a neve, ugye ez volt a, hát ugye a második nagyobb nemzetközi figyelmet kapott üstökös misszió, az első, az a, tudod mi volt az első, emlékszel? Haley. A Haley, bizony, 1986-ban, hát Arthur itt emlegette ezt a ugye Commodore korszakot, amit én Spectrum korszaknak apostrofálik, de ez most mindegy is. Nem baj, ez nem, bocsánat, majd műsor után majd megvitatjátok. De akkor már volt üstökös misszió, és a Haley-t is megközelítette 600 kilométerre egy űrszonda. A Rosetta ezt a Churi becenevő üstököst, ezt 300 kilométerre megközelítette, és aztán a landoló egységre is szállt rá, a Philae nevű landoló egység. Igen, úgy olvastam, hogy az nem volt teljesen sikeres, mert egy kicsit, mint hogyha félszegen zuhant volna rá az üstökösre. Igen, sajnos eldőlt, és visszapattant, és aztán landolt egy ilyen háznagyságú szikla fal mellett, ami aztán viszont meg is óvta őt a további gurulástól, és olyan pozícióban maradt, hogy lehetett még kísérleteket végezni vele, és tudott fotózni, így aztán például rögzíteni tudta a Rosettának a két évvel későbbi becsapódását az üstökösbe. Ez szóval tök nagy sikersztori az egész, és ugye de 16-ban járt le a történet, és még ma is produkál ilyen szintű ugye jóságot, mint ez a kis videóetüd, ami szintén bejárta a világ sajtót, holott egyszerűen csak egy osztrák videóművész talált, belenyúlt ebbe a képi adatbázisba, és csinált valamit. Tehát ez csak egy biztatásnak van a bárkinek, akinek kedve van ehhez. Aki ugye Christian Stangl, ő tényleg átböngészett 10 000 mennyiségű fotót? 400 000. 400 000 fotót átnézett? Hát ezt nem gondolnám, de szerintem keresett benne olyan szekvenciákat, amiket össze lehet rakni, minimum 24 képkocka per másodperc. Tehát ő azon dolgozott, mint az ilyen panorámaképeknél, hogy összeillesz-e az egyes képeket? Igen. És hát, hogy valami hangulata legyen, gondolom arra is figyelt, hogy közelegyre totált, és kész is lett. Igen, egyébként... Most, de engem teljesen, olyan szabadon teljesen megdöbbentett, hogy tulajdonképpen nem csinált mást, mint azokat a dolgokat fűzte össze művészi igényességgel, amit egyébként is látunk. Csak énnek, amikor már jön a 16 milliómodik űrkép a nem tudom miről, akkor így lejjebb görgetek. Régen, mert emlékszem, amikor először megláttam a Mars felszínét, akkor azt egy órán keresztül néztem azt a képet. Most meg már csak, hogy átgörgetek, megint itt egy csillagköd, még egy üstökös, megint valami, lefilmezett a valami. Nézzük bele, mi van a Marson. Mi van a Marson, meg ilyesmi. Bezzeg egy C64, az milyen érdekes. Az más. Nem, de tényleg, és ez viszont, ez lekötött, ezt végignéztem. Nem is egyszer. Mert egész egyszerűen azt, amit a Viktor az előbb elmondott, azt ezen keresztül éreztem. Igen. Tudom, hogy az űrben nincsenek hangok, de marha jól jött hozzá ez a kis sejtelmes háttérhang. Ami... Sajnos ott senki sem hallja, ha sikítasz. Egyébként a zenét a művész testvére alkotta meg hozzá, úgyhogy így összedolgozott a két testvér, és idén készült el. Igen, de abszolút aláhúzom, amit Artúr is kiemelt ebből, hogy fogyasztható formába hozott valamit, és ugye ott van odakint ez a temérdek alatt, ami legyártódik, ugyanaz van velem is, amit Artúr elmesélt, hogy tényleg átlapozom a 26 milliómodik holdra szállás, kinyomták az új képeket, nem fogyasztható ebbe a formába, de lám, mit lehet, ez nem egy nagy meló, tehát hogy ez egy hét alatt össze lehet dobni, de hát ugye persze kell az ötlet, kell a... Kis világhírnévre lehet szert tenni, úgyhogy akkor szerintem biztassuk egyrészt az űrügynökségeket, mert ugye ez az Európai Űrügynökségnek a projektje volt, ez a
ez a Rosetta projekt, de biztathatjuk az ezen kívül a NASA-t is, meg az a világ összes űrügynökségét, hogy tegyék közzé ezeket a képanyagokat. Mondok is gyorsan híreket, jön a következő misszió, nem tudjuk még milyen üstökös lesz, csak annyit tudunk, hogy valahonnan a Kuiper-öfből fog érkezni, nincs még kijelölve. Ősinek és újnak kell lenni, ezek az alapfeltételek, és olyan megközelítő egység indul, aminek három leszálló egysége is lesz, és ezek fognak körülött egy ilyen 3D-s modellt építeni az üstökösről. Őrületesen izgalmas lesz a következő. Azt hittem, azt mondod, hogy visznek színészeket is, mert hogy ez lett volna a következő helyzet, hogy lerakjuk őket, és akkor valamit adjanak elő.